Nyíregyházán 10 éve működik osztrák tiszteletbeli konzulátus, amely elsősorban az osztrák állampolgárok ügyeinek intézésével foglalkozik, de abban is igyekszik segíteni, hogy magyar üzletemberek és cégek Ausztriával építsenek ki gazdasági kapcsolatokat. A konzuli képviseletek a hatókör az 3 megyére terjed ki. Borsodabaly, Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye. Tehát itt nem Nyíregyháza a városáról van szó alapvetően, jól lehet a konzuli székhely itt van, mert a 3 megyére terjed ki a hatókör. És éppen ezért azt kell mondani, hogy azok az eredmények, amik eddig megszülettek, erre 3 megyére terjednek ki, de hogy itt helyben nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy itt is vannak osztály pénzintézetek például, illetve nagyon sok olyan egyéni vállalkozó van Magyarországról, akik érdeklődnek az osztrák piac iránt valamilyen minőségben, miközben viszonylag kevés osztrák állampolgár él itt, akiknek a kiszolgálására igazából szintén szolgálna ez a konzuli képviselet. A két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokra a fokozatos bővülés jellemző. A találkozón elhangzott, a két fél közel azonos értékben szállít egymásnak. Magyarország elsősorban mezőgazdasági termékeket exportál, míg az osztrákok az autóiparban és a bankszférában vannak jelen hazánkban. Ugyanez nem mondható el a befektetésekre, hiszen az osztrák cégek sokkal többet fektetnek be Magyarországon, mint a magyarok Ausztriában. A kereskedelemben azt kell mondanunk, hogy a gépjármű gyártás a legfőbb mozgatórugója a gazdasági kapcsolatoknak, illetve nem csak a közvetlen gyártás, hanem az erre épülő beszállítói hálózat és ipar az, ami a súlypontját alkotja a kereskedelemnek. A találkozót minden évben az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából rendezi meg a Nyíregyházán működő konzuli képviselet. Azzal a céllal, hogy értékeljék a két ország közötti kereskedelmi, gazdasági és kulturális együttműködések alakulását.